Nagy tisztelettel köszöntöm az aktuális hallgatóit. A következő percekben még mindig az iráni-izraeli háborúval fogunk foglalkozni, és azzal, hogy egyébként ezt már, ahogy látom, sokan háborúnak nevezik. Kornéli Bea a vendégünk, történész, közel-kelet kutató. Szervusz! Szervusz, köszöntöm a hallgatókat, és jó estét kívánok mindenkinek! Azzal kapcsolatban, hogy pontosan mi történt itt a hétvégén, hogy drónok, rakéták repültek Izrael felé Iránból, erről ezzel már foglalkoztunk, és én igazából itt a nagyképpel szeretnék egy picit foglalkozni, illetve azzal, hogy a régióban mit jelent ez a változás, és lehet, hogy a legegyszerűbb, ha ott kezdjük, hogy a perzsa síták, illetve a többi arab állam, ami szunita vallású, a kettő közötti ellentétről is kérdeznélek egy picit, és azért is, mert hogy most hétvégén látszott az, hogy voltak olyan arab államok, például ugye Jordánia, aki úgymond segített leszedni ezeket a repülő eszközöket a levegőből, és ahogy látom, ennek sokan nagy jelentőséget is tulajdonítanak. Igen, tehát tulajdonképpen ugye jelenleg egy izraeli-iráni konfliktust, vagy akár háborút is látunk, de ez tulajdonképpen egy négy rétegről van szó, tehát amit látunk ugye az Izrael-Irán, viszont van egy arab-iráni, és ezzel egy szunni-síta ellentét, ami talán még nem volt ilyen markáns a Közel-Keleten. Ugye ez 1979-ben kezdődött az iráni forradalommal, amikor Reza Pahlavi Shah, aki ugye az Egyesült Államok támogatott, Homeini Ajatollah Párizsból hazatérve megdönti a Shahnak az uralmát, és ezzel megkezdődik tulajdonképpen egy radikális iszlamizáció, a síta iszlám felerősödik, és a perzsa nacionalizmus is felerősödik, és ez 79-ben még csak az öböl menti, öböl erőviszonyait változtatta meg, és ugye az Egyesült Államok tulajdonképpen kiszorul Iránból. Na most ezt annak idején, ugye 79-ben azért már nagyon árgus szemekkel figyelték, ugye a közel-keleti szunnita arab világ, ugyanis a szunniták és a síták között gyakorlatilag a ugye mondom, hogy vallásszakadás óta, ugye a 680 kertben a csata óta, azért van egy hát tudom, hogy egy markáns ellentét, és ugye ez nem csak egy vallási szembenállása a közel-keleti arab és szuniták és a perzsa síták, hanem egy etnikai szembenállás, és itt ugye arabok és a perzsák is valamilyen szinten szemben állnak egymással, és most ugye Irán megragadta azt a lehetőséget, hogy kiterjesztheti a közel-keletre a síta perzsa hatalmat, ami mindig is kisebbségben volt. Tehát azt kell látni, hogy az arab országok és a szunnita befolyás volt mindig is markáns a közel-keleten. Úgyhogy emiatt gyakorlatilag nagyon érdekes, hogy egy erős Izraelre van most szüksége Egyiptomnak, Szaúd-Arábiának és Jordániának is. Egyébként, ahogy már régen is beszélgettük, vagy régebben is ugye mondtam, hogy Jordánia 1917-től tulajdonképpen mindig egy konszolidált kapcsolata volt Jordániának, Izraellel, ugyanis a hasemita uralkodó, most ugye második Abdallah, annyira el van szigetelve egyébként az arab-szunita világban is, hogy neki mindig a legjobb kapcsolatai Izraelnél voltak. Na most, ami pedig ebben a folyamatban nagyon érdekes, ugye a 73-as Jom-Kipuri háború után 78-ra Egyiptom és Izrael kapcsolata is normalizálódott, úgymond, ugye Szadat a 73-as Jom-Kipuri vesztes háború után végül elismerte Izrael békeszerződést is kötött, megszületett egy egyiptomi-izraeli békeszerződést, ez ugye aztán Szadat életébe is került, és tulajdonképpen szépen lassan kezdett normalizálódni a viszony a pragmatikus arab államok és Izrael között. Na most, és ezt a folyamatot tulajdonképpen ugye a 79-es iráni forradalom kezdi el szépen lassan ugye egymás felé hozni majd Izraelt és az arab államokat, és ez már 2003-ban, amikor a Bush adminisztráció
az iraki invázióval tulajdonképpen felszámolja az Irak egy nagyon fontos ütköző zónát képezett a perzsa-síta és az arab-szunita világ között. Nagyon érdekes, hogy az a határ, ami Irán és Irak között volt, az egy több száz éves fix határ volt a síta és a szunita világ között. Amikor az első világháború után Nagy-Britannia átrendezte egész Közel-Keletet, akkor sem mert ehhez a fix határhoz hozzányúlni. Ez már több száz éves az oszmán birodalomnak is ez volt, az oszmán és a perzsa birodalomnak is ez volt a határa, ami aztán Iraknak és Iránnak. Iraknak volt egy nagyon fontos bástya szerepe, hogy ne erősödjön meg, ne tudjon terjeszkedni nyugat, a Közel-Keleten nyugat felé, ugye a séta iszlamizmus, és ugye a perzsa nacionalizmus, vagy az iráni nacionalizmus pontosabban, mert ugye ez az arab szunitáknak ugye nem, tehát a tagdabantikus kormányoknak ugye ez nem beszélt jelent mindenképpen, és hát ugye magára a szunita ulemára is, tehát a szunita vallástudósok hatalmára is mindenképpen beszél ez az úgynevezett síta félhold, ami aztán szépen lassan majd megerősödik. Elvileg Izrael körüli gyűrű ez a síta félhold, de gyakorlatilag a szunita arab világra is egy veszélyt jelent, és ugye ez egy kb. 50 éves folyamatról beszélünk, a 2003-as Bush adminisztrációnak az iraki inváziója tette föl az IRA pontot, és aztán pedig az afganisztáni kivonulás. Nyilván, hogyha az Egyesült Államok nem vonul ki Afganisztánból, ugye, akkor ezt valószínű, hogy most Irán nem merte volna meglépni. Tehát itt azt kell látni, hogy ez egy négy rétegű konfliktus, Izrael-Irán, az arabok és a perzsák között, tehát van egy etnikai, egy vallási szembenállás a síták, a szuniták között, van egy nagyhatalmi, gyakorlatilag háromszög, ugye Oroszország, az Egyesült Államok és Kína, ez a hidegháborúban csak ugye a Szovjetunió volt és az USA, és hát ezt szűszerezi a palesztin kérdés. Az igazából a palesztin kérdés egyáltalán nem érdekli Iránt. Mit érdekel őt egy arab, szunita kisebb csoport. Egész egyszerűen csak szeretné kiterjeszteni ennek az ürügynek a segítségével a regionális hatalmát a Közel-Kelet nyugati területeire is. Azért is volt talán meglepő Jordániától ez a lépés, nem tudom, hogy te mit látsz-e mögött, mert hogy ugye Jordánia az, ahol egy nagyon nagy számú palesztin, hát mondanám, hogy kisebbség, de ha jól gondolom, akkor inkább többség él, tehát a kisebbség az, aki inkább kormányoz, vagy úgymond uralkodik Jordániában, és mégis ilyen döntést hoztak. Ez szerinted minek köszönhető? Tulajdonképpen pont ez az, hogyha megbomlik esetleg a Jordániának ugye a hatalmi egyensúlya, akkor tulajdonképpen veszélybe kerül maga a jordán királynak is esetleg az uralma. Tehát ahhoz, hogy ő stabilizálni tudja a saját országát, ahhoz neki arra van szüksége, hogy ugye úgymond korlátozta a palesztinoknak az erejét, és nyilván, hogy ebben segítségére van tulajdonképpen Izraelnek a stabilizáló vagy elrettentő ereje. De ami még ennél is érdekesebb, az igazából Szaúd-Arábia. Tehát ugye Mohammed bin Salman jelen, a 2000-es években, amikor ugye Irak jelentősen meggyengült, akkor Szaúd-Arábia is komolyan kezdett el Izrael felé közeledni, mert potenciális szövetséges látott Szaúd-Arábia Izraelben, ugye a megerősödő Irán ellenében. És nagyon érdekes, hogy például ugye Szaúd-Arábia attól függetlenül, hogy egy óriási országnak tűnik, egy sivatagos terület, nagyon kicsi, kevés a népessége, talán nagyon 80-as évekig államtitok volt, hogy hányan vannak pontosan a szaúdiak, de nincsenek 10 millió alatti létszámú a lakosság, és ugye hát ott a perzsa öböl
mentén farkas szemet néz, ugye egy 80 milliós masszív síta Perzsával, vagy Iránnal pontosabban, bocsánat, Iránnal, és az van nagyon érdekes, hogy azért Szaúd-Arábiának is az olajtermelő vidéken, ez az a Hásza környéke, tehát ez a Hásza vidéke, ahol síta kisebbség él, és ez itt ez a leggazdagabb, legfontosabb régiója Szaúd-Arábiának, és ugye itt meg kell őriznie például Szaúd-Arábiának is a hatalmát. Ugye Jordániának ugye vissza kell szorítani a palesztinokat, a Szaúd-Arábiának meg ugye itt az a kis síta kisebbség, ami ott a Hásza, az olajtermelő vidékeken, vagy termelő vidékeken van, azzal szemben kell ugye megőrizni a belső hatalmát, és ugye hát a régióban betöltött szerepét. Ugye nagyon sok, már ugye a hidegháború óta nagyon komoly katonai állomása tulajdonképpen az Egyesült Államoknak Szaúd-Arábia. Nyilván azért is, hogy valamilyen szinten vissza tudja fogni ugye az iráni terjeszkedést. És ez ugye 79-ig, amíg nem történt meg az iráni forradalom, addig ugye egy masszív jelenléte volt az Egyesült Államoknak, magában a Perzsa öböl térségén is. Ez egy óriási érvágás volt egyébként az Egyesült Államoknak, hogy kivonult, ki kellett ugye vonulni annak idején Iránból. De most még azt szeretném mondani, hogy miért volt olyan fontos a hidegháború időszakában Irán. Ugye Irán tulajdonképpen, ugye az Egyesült Államok és Irán kapcsolata hidegháborúval kezdődik, amikor is ugye megfogalmazódik az Eisenhower doktrína, ami azt mondja, hogy a Közel-Keleten minden hatalmi vákumot, ugye akkor vonulnak ki a britek a II. Világháború után a Közel-Keletről, és azt mondja, hogy minden hatalmi vákumot az Egyesült Államoknak kell betöltenie, mert hogy nehogy a Szovjetunió kezdje el betölteni a Közel-Keleten lévő hatalmi vákumokat. És Irán egy rendkívül fontos stratégiai helyen van, akkoriban még határos volt a Szovjetunióval, és egy ütköző zónát képezett a Szovjetunió és a Perzsa-öböl mentén. Ugye a Perzsa-öböl egy nagyon fontos olajkitermelő régió, ugye ott van az iráni olaj, az iraki olaj, a szaudi olaj és a kis öböl menti államoknak az olaja, tehát ez a legfontosabb olajkitermelő régió, és egy nagyon fontos kereskedelmi régió is. Ugye itt van a Hormuzi szoros, ami hát tulajdonképpen Szaúd-Arábia és Irán tartja úgymond szemmel. És itt ugye fontos egyfajta hatalmi egyensúly, azt hiszem, hogy nagyon fontos jelen pillanatban is a nagyhatalmak számára, hogy Irán ne korlátozza és ne tegye rá a Hormuzi szorosra a kezét. Annál is érdekesebb ez a helyzet, hogy a Bab-el-Mandeb szoros, ugye, az pedig ugye az a Vörös-tengernek a kijárata az indiai óceán felé, a meleg óceánok felé, és ugye azt pedig a huszik tartják kezükben, úgymond. Tehát akkor látjuk, hogy gyakorlatilag a Perzsa-öböl vidékén most két fontos kijárat síta kézben van. Gyakorlatilag ugye a huszik a Bab-el-Mandeb, és most ugye Irán pedig a Hormuzi szorost próbálja a befolyással vonni. És ugye ez tulajdonképpen, hogy a 79-től pedig egy négy fázisba ment. Ugye azért alakult át most a Közel-Kelet, mert még egyszer, ahogy mondtam, hogy Irak gyakorlatilag felszámolódott, és eltűnt az az ütköző zóna, vagy feltartó zóna ereje, ami megakadályozta azt, hogy a síta világ terjeszkedni tudjon ugye nyugat felé, a szunita világ ellenében. Pont Irak lett volna, akire még rákérdeztem volna, így külön is. Itt Irán és Izrael között nagy a távolság, több légteren is át kellett, hogy hatoljanak azok a drónok, rakéták, robotrepülőgépek, amelyeket Iránból küldtek. Ugye Irak is lezárta a légterét, aztán azóta újra nyitották. Irak az hogyan viszonyul ehhez az egész helyzethez, vagy mondjuk Izrael és Irán közötti konfliktushoz? Ez egy nagyon érdekes kérdés. Ugye az az érdekes
Irakban, hogy Iraknak mindig is egy szunnita kisebbség volt, aki uralta Irakot, ugye első Tejszállal egy szunnita kisebbség volt az uralkodó réteg, aztán amikor második Tejszállt majd megdöntik, akkor pedig egy katonai diktatúra fog ugye kialakulni, és ugye ennek egy nagy jelképe volt, hogy a Saddam Hussein, és így nagyon sokáig tulajdonképpen bármennyire is furcsa, de stabilizálta a régiót a Baath párt és ezen a katonai diktatúrával tulajdonképpen, amit annak idején létrehozott. És ő egy ugye a kurd, van valahogy egy kurd kisebbség, és van egy síta többség, a lakosság. És tulajdonképpen nagyon érdekes, hogy amikor megtörténik ugye Iránban a hatalomváltás, és megérkezik Homeini ajatolna, ez 79-ben van. És 80-ban Saddam Hussein már megtámadja Iránt, és akkor ugye lesz egy 8 évig tartó iraki-iráni háború, és nagyon érdekes azt látni, hogy az ottani síta kisebbség tulajdonképpen lojális maradt Saddam Husseinhez, és nem pedig a perzsa síta kormányzathoz közelített. Ez egy nagyon komoly 8 éves háború volt, olyan szempontból stabilizálta az erőviszonyokat, hogy Irak is, meg Irán is ugye meglehetősen meggyengült és kivérzett. Viszont ugye ez 1880-tól 1980-tól 1988-ig tartott, és viszont nagyon érdekes, hogy ebben az időszakban volt lehetőség, hogy rengeteg fegyvert kap, tehát tulajdonképpen, és nagyon érdekes, hogy Irakot is az Egyesült Államok támogatta, tulajdonképpen, aztán egy TUSZ ügy miatt kénytelen lesz majd Iránt is támogatni, ebből lesz majd ugye ez a régen iráni botrány, de ez most nem annyira fontos, és a szunnita világ is tulajdonképpen Szaúd-Arábia, az öbölmenti országok, tehát mindegyik ország összezárt ugye a szunnita arabsággal a síta Iránnal szemben. De ekkor van ez a pillanat, amikor elkezd ugye az úgynevezett síta félhold kialakulni. Irán tulajdonképpen embargó alá kerül, a 80-as év fegyverembargó alá kerül Irán. Honnan szerzi a fegyvereit? Ugye a fekete piacon, és nagyon érdekes, hogy Észak-Koreából szerzi akkor a fegyvereit. És van annyi muníciója itt a 8 éves háború alatt, hogy a Libanonban lévő, ugye Libanon, ugye Izrael mellett lévő, Libanonban lévő síta kisebbség, de ugye az arab síta kisebbség szélsőséges iszlamistáiból ugye 83-ban létrehozza ugye a Hezbollah, mint egy terrorszervezetet, ami ugye Libanonban működött, és innen kezdi ő aztán kiépíteni azt az úgynevezett síta félholdat, ami hát úgymond körbeveszi jelenleg Izraelt, de ahogy mondtam, nem csak Izraelre, hanem az egész szunnita arab világra veszélyes, és jelen pillanatban miből áll ez a síta félhold. Nagyon érdekes, hogy ebben az iráni-iraki háborúban Szíria a perzsa, bocsánat, Iránt, tehát Iránt támogatta, tehát a síta iszlámot, hiszen a Szíriába lévő rezsim is síta bekötöttségű, és az iraki olajvezetéket lezárja. És kialakul egy jó régi szövetség, tehát ugye 80-as évekről beszélünk, Szíria és Irán között ugye 80-as években jön létre egyfajta szövetség. És akkor úgy néz ki ez a úgynevezett síta félhold, hogy ugye Szíria, a Hezbollah, és ehhez ugye a 80-as években csatlakozik a Hamász. És ez egy nagyon érdekes vegyes vágott, mert ugye a Hamász az alapvetően egy szunnita arab társaság, a Hezbollah egy síta arab társaság, és akkor ezt fogja össze gyakorlatilag, hát ugye Irán, és ehhez ugye még csatlakozott
Szíria. És tulajdonképpen ez veszélyezteti ez az úgynevezett síta félhold, hát Izraelt is, és ugye a szunni világot is. És ugye nyilvánvaló volt, és Izraelnek a lépése olyan szempontból volt gyakorlatilag érthető, hogy neki muszáj volt erre a síta félholdra egyfajta egy látható csapást mérni, mert ugyanis azok az iszlám forradalmi gárda az ott nem nyaralt a nem tudom milyen konzulátuson, hanem gyakorlatilag az iszlám forradalmi gárdának, ugye ennek az iráni iszlám forradalmi gárdának az a két vezető katonai tisztviselője, az nem nyaralt ott, hanem ugye kiképezte az újabb Hezbollah és Hamas terroristákat. Na most azért senki nem örül annak, hogy a határai mentén képezzék ki azokat a terroristákat, ami aztán majd a saját államára és lakosságára jelent veszélyt. És azt látjuk ugye ebben a fenyegetettségben, hogy Jordánia, Szaúd-Arábia, és hát tulajdonképpen Egyiptom is, ezek ilyen pragmatikus arab államok, amelyek nem is olyan látványosan, de mindenképp Izraelt fogják ebben a konfliktusban segíteni, mert a saját uralmuk, vagy igen, tehát a saját uralmuk, az országuk stabilitása is gyakorlatilag Irán, és ez az iráni terjeszkedést tulajdonképpen veszélyezteti. A Kalandos Közel-Kelet című Facebook oldaladon, ahol a Közel-Kelettel kapcsolatos írásokat szoktál közzétenni, most itt a hétvégén szintén egy hosszabb írást tettél közzé, és ott a Carter doktrináról is írtál, amely ugye a Perzsa-öböllel kapcsolatos, és az amerikai érdekekkel, és erről szeretnélek még egy picit kérdezni, mert látjuk azt, hogy most is van egy erős félelem már gazdasági szempontból, hogyha itt kitör egy komolyabb konfliktus, akkor az fel fogja tolni az árakat, éppen a Perzsa-öbölnek a fontossága miatt, a Hormuzi szoros miatt, hogy ugye ott zajlik a kereskedelemnek egy nagyon fontos része, illetve az olaj miatt, és erről még kérlek egy picit beszéljünk, hogy mi a Carter doktrina, és pontosan hogyan látod, ez mennyire elavult, mennyire működik, még mennyire van úgymond használatban Amerikában? Igen, de most ugye a Carter doktrina olyan szempontból bővül ki, például az Eisenhower doktrinához képest, ugye a Eisenhower alatt még csak ugye a Szovjetuniót és a kommunizmustól kellett ugye a Közel-Keletet megvédeni, vagy feltartóztatni, és a Carter doktrina alatt pedig ugye megjelent, hogy már a síta iszlámot és a radikális Iránt is vissza kell úgymond szorítani a Közel-Keletről, és tulajdonképpen a Carter doktrina azt mondja ki, hogy se Szovjetuniónak, ugye az akkor a Szovjetuniónak, sem pedig Iránnak nem engedi azt, hogy a perzsa öböl térségét uralja, hanem akár katonai eszközökkel is meg fogja védeni magát a perzsa öböl régióját. Hiszen itt voltak ugye a szövetségesei is, ugye a Szaúd-Arábia is, és ugye az öböl menti államok. És hát az az érdekes, hogy például a 73-as Jomkipuri háború alatt, vagy például az iráni-iraki háború alatt, vagy aztán a 90-ben az öböl háború alatt azt látjuk, hogy minden esetben legalább megszáromszorozottak az olajárak. Tehát független attól, hogy ugye most azt mondjuk, hogy az Egyesült Államok állítólag olajellátó, de 73-ban például még nem volt. Úgyhogy nagyon komoly korlátozásokat kellene bevezetni. Az Egyesült Államok 73-ban az olajárobbanás, ugye ez a Jom Kipuri háború véget volt, amikor érdekes mondani, még Szaúd-Arábia vetette be az olajfegyvert, mérsékelte a kitermelést, és egyszerűen megháromszorozottak az olajárak, és bizony az Egyesült Államok is megérezte, mert üresek voltak a benzinkutak. Tehát például le kellett csavarni a lakásokban a fűtést, bevezettek bizonyos korlátozásokat, majdnem odáig jutott az Egyesült Államok, hogy kialakul egy ilyen benzinjegyrendszer. Tehát valamilyen, hogy ez most mennyire releváns, azt nem tudom tökéletesen megmondani, de abba biztos vagyok, hogy ez nem csak az olaj, hanem ez ugye kihat a tőzsdére, kihat a pénzügyi folyamatokra, kihat a dollárár folyamára, úgyhogy én azt gondolom, hogy ha már nem is olyan erős ez a Carter doktrína, de azt gondolom, hogy mindenképpen
az Egyesült Államoknak a gazdaságára is kihatással lehetne az, hogyha a befolyását a Perzsa-öböl mentén elveszítést ad Isten egy síta Irán kezébe kerül. Tehát nekem ez a véleményem, hogy megtapasztalta már ezt az Egyesült Államok, hogy milyen, amikor a Perzsa-öböl véget felmennek az olajárak, és azért meg is érezte ezt három alkalommal is. Úgyhogy szerintem ez, ha nem is annyira veszélyes, mert van egyfajta önellátása, de a gazdaságban a dollár árfolyamra, a tőzsdére is, hogy egyáltalán a világgazdaság ott mindenképp egy olyan irányba tereli, ami azt gondolom, hogy nem feltétlen jó irányba. Akkor hadd kérdezzelek még arról, hogy ugye most itt a hétvégi támadás után Izrael győzelemként értékelte, hogy 90, tehát több mint 90%-át le tudta szedni ezeknek az eszközöknek, ugye egy ilyen koalíciós segítség révén is, és hát Irán pedig azzal fenyegetőzött, hogyha Izrael most válaszcsapást indít, akkor ők tudják azt is, hogy mi lesz a következő lépés, vagyis hát az izraeliek is tudják, hogy mi lesz a következő lépés, jelentsen ez bármit, és hát ebben az említett írásodban, amit hétvégén tettél közzé, azt is írtad, hogy Kína és Oroszországnak az üzenete Irán számára az egy fontos lépés lesz, ha lesz, és attól is függ, hogy mi lesz ez. Most hogyan látod ezt a helyzetet, éppen, hogy Oroszország és Kínának a szerepét itt a közel-keleti régióban? Én bevallom őszintén, mikor meghallottam a támadást, az volt az első gondolatom, hogy hát Irán is nyilván mérlegeli a következményeket, és ha egy ilyen lépést tesz, akkor valószínűsített én, hogy ő tud maga mögött támogatókat, te ezt most hogy látod? De ez egy érdekes kérdés, ugye Kína ugye olyan szempontból érdekes, hogy alapvetően, hogy az Isten történelmi mintázata, ő most ugye először egy harmadik szereplő, egy markáns harmadik szereplő, akinek ugye van beleszólása a régióban. Ezt nem tudom még csak megsatszolni se. Én azt gondolom, hogy Oroszországnak az érdeke meglehetősen kettős. Ugye elképzelhető az, hogy neki jó lenne az, hogyha felmenne, például, hogy az olajárak, és akkor sokkal drágában tudja is értékesíteni az energiáját. Viszont van egy olyan, hát hogy mondjam, veszélye is a dolognak, tehát ez egy ilyen kétérű fegyver, én úgy látom, hogy ugye Oroszországnak is van egy nagyon markáns iszlám kisebbsége, tehát egy muszlim kisebbsége a Kaukázus régióban, és hogyha megerősödik a radikális iszlamizmus, akkor azt gondolom, hogy akkor az neki nem jó. Mert akkor ugye ott is elszaporodnak megint a terrortámadások, a robbantások, ugye látjuk, hogy mi volt ugye most is Moszkvában, tehát én nem gondolom, hogy neki ugye semmiképp egy erős Irán nem érdeke, hogy most mennyire érdeke mondjuk egy háborús helyzet, hogy mondjuk így maradjon, ezt így nem merem még csak megsatszolni sem. De Irán geopolitikai helyzetét, szerepét, azt, hogy hogyan dől el mondjuk akár csak a Perzsa-öbölnek ez a, mondjuk az, hogy sorsa, hát itt a Carter doktrináról, ha beszéltünk, az nagyban függ attól, hogy ez a két nagy hatalom, Oroszország és Kína, hogyan látja ezt a helyzetet, vagy hogy az ő érdekeik mit diktálnak. Hát igen, tehát ugye nyilván, hogy Kínának az érdeke az, hogy a kereskedelem fennmaradjon, és szerintem, hogy az is fontos, hogy fennmaradjon az energia szállítás. Nem látom sem az orosz, sem a kínai kártyákat. Itt azt látom csak világosan, hogy az arab világ nagyon érdekes módon, tehát a szunnita pragmatikus arab világ Izrael mögött fog összezárni, és az Egyesült Államok is, tehát egy ilyen koalíció ugye alakult ki, hogy az Egyesült Államok, a szunnita arab világ, tehát Egyiptom, Jordánia, Szaúd-Arábia és Izrael. Tehát most ehhez néz szembe gyakorlatilag három másik játékossal, Iránnal, Kínával,
Kínával és Oroszországgal. Nagyon szépen köszönöm, hogy tudtunk beszélni, és szeretném a hallgatók figyelmébe ajánlani, amit már említettem is, a Kalandos Közel-Kelet című Facebook oldaladat, ugyanis itt ilyen mélyebb elemzéseket lehet olvasni a Közel-Keletről, tehát akit a nagy kép is érdekel, illetve ennek a történelmi áttekintése az itt fog magának csemegét találni, illetve a sorozatunkat is fogjuk majd folytatni, ami ugye Izrael földjével, Palesztinával és a Palesztinával és aztán Izrael földjével foglalkozott és foglalkozik. Nagyon szépen köszönöm, hogy ránk szántad az időt, Kornéli Bea volt a vendégünk, történész, Közel-Kelet kutató. Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget és a figyelmet.